Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és srácok, foglalkozunk egy kicsit Anthemmel. Mindazok számára, akik kezdenek beleszerelmesedni a játékba, és mielőtt belevágnék a mai témába, ugye ezekbe az érdekes információkba, közérdekű, mondjuk az egész videó egy közérdekű információ lesz, és az első közérdekű információ az lenne, gyerekek, hogy van egy nagyon jó kis Discord szerverünk, ahol van Anthem, és szeretném, hogyha ez a szerver, ez a Discord közösség, az Anthem Discord közösség nőne. Már összekészítettük ide a szobákat, úgyhogy szeretném, hogyha csatlakoznátok. Igyekszünk, meg nincs semmi, töltsétek meg a Fashion Javelin. Fashion Javelin nagyon fontos, meg lehet tölteni, és csatlakozzatok fel, nyugodtan hagyjatok üzenetet nekem, hogy hol és mit szeretnétek fejleszteni ezzel kapcsolatban, ezzel a résszel kapcsolatban kellett több szoba, stb. Igyekszünk úgy tenni, hogy jó legyen, úgyhogy gyertek, legyetek itt, és ja, élvezzétek a egymástársaságát. A másik pedig, ami nagyon fontos a Anthem szempontjából, adjátok egymást hozzá barátnak, jelöljük be egymást, mivel hogy ugye minden héten, amikor restartolódik, restartolnak a challenge-ek minden, és így az Alliance system is restartolódik, minél többen vagytok barátok, ugye egy Alliance-ba, Origin-nél barátok vagytok, annál több pénzt fogtok kapni, és megnövelitek az esélyét annak, hogy annál több pénzt lehet kapni, úgyhogy gyertek fel a Discord szerverünkre. Találni fogtok itt nagyon durva szobákat, hogy őszinte legyek, csak 18 pluszosoknak, és egy nagyon jó közösségünk vagyunk, úgyhogy Anthem közösség, magyar közösség, gyertek. A másik dolog, amit meg szeretnék veletek osztani, hogy most már létezik egy ilyen oldal, hogy anthemarchive.com, szóval anthemarchive.com. Följöttök ide, meghagyom a videóban a linket a leíráshoz, és ugyanúgy a Discord linket is megtaláltuk a videó leírásában, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól megtaláljátok, hogy mire van szükségetek, melyik fegyver mit ad, és statokat, mindent megtaláltok róluk. Egy kicsit könnyebb lesz összeadni a dolgokat, és felmérni, hogy kinek milyen buildre van szüksége. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos kis oldal. Ott hagyom, nézzétek meg, csekkoljátok le, ki tudjátok számolni azt, hogy mihány merre, meddig. És ugye ezt illetően el tudom mondani, hogy állítólag, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy egy, kavaszgodj meg, legalább 20 gigás patch javítás fog érkezni az Anthemhez. Természetesen hozzá lesz rendelve némi content is, előrébb hoznak állítólag valami content, de ez csak pletyka szinten, vegyétek, ez data miningről van szó, de többén valószínű, hogy ez reális, az Anthemnek szüksége van egy 20 gigás patchre, és szükség van, hogy ezeket a connection issue-ket fogják és kijavítsák. Már mindent próbáltam, úgyhogy ha van valami tippetek arra, hogy hogyan előzzem meg azt, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat, akkor kérlek írjátok le. Próbáltam már azt a változatot, hogy lecsatlakoztam a saját netemre, és felmentem a mobil netemre, hát ha úgy csinálja, és ugyanúgy csinálja, úgyhogy nem igazán tudom, hogy mit évő legyek ebből a szempontból. Ha van valami okosság tippetek, akkor kérlek írjátok le, a modememhez nem férek hozzá, hosszú történet, a landlord nem szeretné, hogyha hozzáférnék, lehet azért, mert néha megváltoztatnék benne egy-két dolgot, amit meg is tennék minden bizonnyal, de emiatt jól eldugta előlem, mert rájött, hogy nem bánok, hogy is mondjam, egyenlőként a többi szomszéddal, akik ugyanezt a netet használják. Szóval, ja. Így állunk, gyerekek, szóval várható egy nagy patch, hogy mikor, azt még nem tudjuk. Ugyanakkor szeretném egy kicsit megemlíteni a Luck-nak a dolgait. Én már teljesen össze vagyok zavarodva a Luck-kal, tehát a szerencsével, amit a gíreken dob. Induljon meg egy ilyen kis vita itt a komment szekcióban, mit ad a Luck? Nagyobb eséllyel fogsz kapni Masterwork, illetve Legendary cuccokat, vagy
nagyobb eséllyel fogsz kiforgatni jobb statrollokat azokra az adott fegyverekre. Ki mit gondol? A legutóbbi változat az az, hogy jobb statokat fogsz kirollolni a fegyverekre. Na most, hogy ezt valahol alátámasszam, én most már minden karakteremből kivettem a lakot. És hogy őszinte legyek, nem érzem azt, hogy kevésbé lennék szerencsés, vagy szerencsétlen, mint amikor volt lakom ebbe az egész a fegyvereimbe. Igen, tudom, hogy a legutóbbi patch óta állítólag javították, de kiderült, hogy mégse javították, úgyhogy meglátjuk. Minden esetre, hogyha luck van, a szerencse van a buildedbe, akkor 190%-nál levit följebb, mert annak már nincs értelme. Szóval, nem, és igen, azzal is tisztában vagyok, hogy voltak, akik luckkal mentek be, és kijöttek 5 legendarivel. Hát nem tudom, szerencsés napotok volt. Szóval, ja, erre kifolyólag, ha van valami most már korrekt információtok, akkor kérlek írjátok le. A másik dolog, amit szeretnék említeni, hogyha kértek, mert már kértek tőlem, Facebookon buildeket különböző javelinekre. Azt mondom, egy kicsit türelem, mivel hogy sajnálatos connection problémáim miatt nem tudom annyira felhúzni a karaktereket, illetve olyan gyorsan felhúzni a karaktereket, amiket szeretném. Viszont egy valamiben biztos vagyok, hogy már most elindultak, vagyis vannak odakint, ugye sokan már, akik megcsinálták a Grandmaster 3-at, és különböző meta buildek már léteznek a különböző karakterekre. Valószínűleg, hogyha kiforgatom én is úgy a dolgokat, akkor lesz arról szó, de azt hiszem, amiatt szép az Anthem, hogy el lehet tekinteni a meta build-től, és lehet OP buildet csinálni anélkül is, hogy kifejezetten rámennél a metára, habár egyes fegyverek kifejezetten úgy vannak megcsinálva, egyes gírek úgy vannak összerakva, hogy sokszor nincs más választásod, mint hogy abba az irányba buildelj, és azt a játék stílus képviseld. Szóval, hogyha a későbbiekben a videóimról beszélek buildekről, minden bizonnyal olyan buildek lesznek, amelyek általánosabbak, érintjük természetesen egy kicsit a metát is, de olyan buildeket igyekszek felfedezni, ami elérhető lesz embereknek, és lehetőséget nyújt arra, hogy a nehezebb Grandmaster szinteken is, gondolok itt a 2-3-ra, mert az 1 az könnyű lesz már egy adott ponton tényleg, és 2-3-on is helyt tudjanak állni, de ez valószínűleg akkor fog leginkább megvalósulni, amikor már ha megszűnnek ezek a connection problémák, mert egyszerűen már hülyét kapok tőlük. Srácok, ennyi lett volna egyelőre az Anthem. Ha lesz még későbbiekben videó a lore történetről, mindenképpen szeretnék kicsit jobban belemélyedni, mint amit a single player nyújtott, mert az édes kevés volt. És ja, hát meglátjuk, hogy még mit hoz a jövő. Csatlakozzatok a Discordunkhoz, adjuk egymást hozzáismerősnek, kivételesen gyerekek, bejelölhettek Originen, úgyhogy jelöltek be, hogyha szeretnétek, el fogok fogadni mindenkit, amik az Origin ezt engedi, és megtaláltok engem is a Discordon, természetesen kicsit ritkábban, mivel hogy többnyire éjszaka mozgolódom, mivel éjszaka dolgozom, ezért ilyen éjszakai lény lettem emiatt, és olyankor vagyok ott, úgyhogy aki éjszaka mozgolódik a Warframe-ben, Warframe-ben, Anthem-ben, aki éjszaka mozgolódik, az nyugodtan jelöljön be, mert azok a nagyobb esély van, hogy fogunk tudni együtt játszani. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, a következő Anthem videóig köszönöm, sziasztok!